A mérkőzés előtt 15 hely és 28 pont volt a különbség a két csapat között a Kisvárda javára, így egyértelműen a vendégek voltak az esélyesebbek. A kiesés elől menekülő Cigánd nem állt be védekezni, de helyzetek inkább a várdaiak előtt adódtak az első félidőben. A 40. percben a gól is megszületett, Fodor fejelte középre a labdát, amelyet Gosztonyi lőtt a kapuba. Az 59. percben eldőlt a találkozó, Rajci növelte két gólos a csapat előnyét, amely érvényesítette a papírformát, magabiztosan megszerezve a 3 pontot. Kiélezett meccs volt, főleg az elején. Nagyon jó volt látni, hogy szinte hazai hangulatot teremtettek a szurkolóink. Kiélezett meccs volt, de azt gondolom, hogy valóban hoztuk a kötelezőt és megnyertük a találkozót. A forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg-Soroksár 2-2, Vác-Szolnok 3-3, Mosonmagyaróvár-Budaörs 1-1, Siófok-Balmazújváros 2-1, Nyíregyháza-Spartakusz-Cegléd 1-2, Dorog-Grosics Akadémia 1-0, Szeged-Sopron 1-2, Csákvár-Puskás Akadémia 1-1 és Békés Csaba-Kozár-Misleny 5-1. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 56 ponttal, megelőzve az 54 pontos Soroksárt. A Kisvárda 51 ponttal a harmadik helyen várja a szerdai fordulót, amelyben a Csákvárt fogadják Fodorék. Nehezen indult a bajnokság, én azt gondolom, hogy ebből a nehéz időszakból már kilábaltunk, a győzelmek azért magabiztosabbá tették a csapatot, de mindig a soron következő meccs a legfontosabb, így most a csákvári. Így a két meccses ritmusban sokat számít az, hogy nem kell több órát utaznunk. Én azt gondolom, hogy egy kiélezett meccs lesz, főleg azért, mert mindkét csapat egy nehéz hétvégi fordulón van túl. Azért azt gondolom, hogy otthon meg kell tartanunk a 3 pontot. A Kisvárda-Csákvár mérkőzés szerdán 16 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsei Televízió nézői pedig csütörtökön 20:25-től láthatják a találkozót.